Szabó Éva pszichológus egyetemi docens várta a nézői hívásokat. Ugye mi arról beszélgetünk, hogy mennyire túlterheltek a gyerekek, a mai gyerekek, és hogy mennyire nehéz megoldani ezt az időszakot, ugye, hogy pihenjenek is, meg valahogy azért hát is lényegüljenek, és közben elkészítsék a házi feladatokat. Beszélgetünk a nézői hívásokról mindjárt, de bennünk maradt egyébként még egy csomó kérdés ezzel kapcsolatban, hiszen arról nem beszéltünk, hogy ilyenkor egy szülőnek mit kell tennie. Tehát amikor ugye hazajött az iskolából, megkezdődött a karácsonyi ünnepi szezon, fogalmazunk így, akkor kell egy szülőnek ott állni a gyerek fölött és megkérdezni a minden este, hogy na, elolvastad-e ma azt a nem tudom hány oldalt és azt a fejezetet, ami kellett, vagy ami házi feladatnak elő volt írva, vagy ne? Hát nehéz erre igennel vagy nemmel válaszolni. Biztos van olyan gyerek, akinek sokat segít, hogyha a szülő monitorozását érzi, hogy állandóan kicsit szem előtt van. Én nagyon-nagyon régóta leszoktam, vagy igazából rá se szoktam arra, hogy megkérdezzem, hogy mi volt a. Tehát ez a kérdés, ez számomra nem kérdés, hanem a mi állandó kérdésünk az én saját gyermekemmel, kicsikorától kezdve, a milyen napod volt. És ez óvodáskortól kezdve működik, úgyhogy ő 3,5 évesen, mikor elmondta, hogy neki milyen napja volt, akkor az ők is 3,5 éves hangján megkérdezte, és neked milyen napod volt, anya? És mikor nagyon kicsi volt, akkor azt is hozzátettem, mivel tudta, hogy az egyetemen tanítok, hogy mit hallgatóztak a hallgatók. Tehát megtanulta azt, hogy nem az a kérdés, hogy kapott-e piros pontot, dicséretet, vagy valamilyen teljesítménye születette azon a napon, hanem az érdekel, hogy érezte magát. És azt gondolom, hogy ez a legjobb tanács, ami egy szülő számára is adható, hogy arra a kérdés, hogy mi volt a suliban, pontosan az a válasz, hogy semmi. Arra a kérdés, hogy milyen napod volt, a semmi nem jó válasz, már csak nyelvtanilag sem. Tehát ez egy sokkal nyitottabb kérdés, ami érdeklődésről szól. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy a szülők képesek lesznek a karácsonyi készülődés, egyébként szerintem gyakran kicsit túlkészülődés munkás időszakában feltenni ezt a kérdést, milyen napunk volt külön is, együtt is. Én azt gondolom, hogy a gyerekek akkor épülnek a legtöbbet, és akkor tudnak megint jól teljesíteni az iskolában majd januártól, hogyha ebbe az időszakba olyan élményekkel gazdagodnak, amit egy iskola nem adhat meg, amit csak a család adhat meg, az együttjátszás, a beszélgetés. És milyen kérdés merült fel a nézőktől? Hát igazából megmozgatta annyiban a gondolkodást, hogy sokan együttérzésüket fejezték ki a szegény gyerekekkel szemben, és egy ilyen nagyon érdekes kérdést szegezett nekem egy nagymama, hogy a pszichológusoknak mennyi hatalma van, ha úgy tetszik ahhoz, hogy magas szintű törvényhozás szintig befolyásolják az esetleges folyamatokat, ami tényleg egy fontos kérdés, és én azt gondolom, hogy abban mindenképpen mi érdekeltek vagyunk, hogy egy olyan kutatásnak az eredményét, mint amiről a Katalin beszélt, egy ilyen szakértői szintű visszajelzés elfogadásra találjon, és úgy gondolom, hogy akár mint az iskolapszichológusi hálózat országos vezető, és azt gondolom, hogy az iskolapszichológusok számos olyan jó tanáccsal tudnak szolgálni, amit érdemes lenne megfogadni. Úgyhogy nyilván a magunk keretei között meg is tesszük ezeket a javaslatokat az EMMI felé, elég jó kapcsolatban egyébként, tehát igyekszünk valóban üzeneteket közvetíteni, amiket így pszichológus füllel hallunk az iskolában. Nagyon szépen köszönjük. Igen. És boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt.